Sziasztok! Néhány hónapja készítettünk egy videót, amelyben 10 érdekes dolgot mutatunk be a macskákról. A visszajelzések alapján tetszett nektek, ezért úgy gondoltuk, hogy ismét egy olyan videót készítünk, amelyben négylábú kedvenceink vannak a középpontban. Sokak szerint a kutyák a létező legnagyszerűbb házi kedvencek, a macskák meg... Nos hát azok a macskák. Végezzünk egy gyors közvéleménykutatást, a macskákat vagy a kutyákat szeretitek jobban. Írjátok meg kommentben! A következő percekben azoknak szeretnénk segíteni és néhány tippet adni, akik a jövőben macskagazdik szeretnének lenni, illetve azoknak is hasznos lehet, akik esetleg egy újabb macskán gondolkodnak. Nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk bele! Kis cicát vagy felnőtt macskát válasszatok. A kis cicák valóban nagyon édesek. Aféle mosolymágnesek, de még mielőtt szerelembe esnétek egy ilyen csodálatos kis szürgombóccal, szánjatok rá időt, hogy megértsétek, mivel jár, ha egy kis cica gazdájává váltok. Ahol kisgyerekek vannak, ajánlatos idősebb cica mellett dönteni, a túl fiatalok igen törékenyek, és könnyen megsérülnek a lelkes kis gazdik kezei között. Ha családotokban idősebb személy is lakik, akinek bizonytalan a mozgása, a lábak között szaladgáló kis cica igazi veszélyt jelenthet. A kis cicáknak több felügyeletre van szükségük, és nem lehet őket hosszú időre magukra hagyni, viszont nagyobb esélyetek van hatást gyakorolni személyiségük formálódására. Kandúr vagy nőstény? Gyakori vita téma a macska tulajdonosok között, hogy a kandúrok vagy a nőstények a barátságosabb házi kedvencek. A kandúr tulajdonosok között sokan úgy vélik, hogy macskáik okosabbak és önállóbbak, a nőstényeket tartó gazdik azonban vitába szállnak ezzel, és rámutatnak a kandúrok borzasztóan territoriális viselkedésére. A kandúrok a szabadban végeláthatatlan csatákba hajlamosak bonyolódni, amelyek akár sérülésekhez is vezethetnek. Az ivarzó nőstények viszont nyugtalanul fognak nyávogni, amíg csak nem találnak egy kandúrt, és biztosak lehettek benne, minden alkalmat megragadnak, hogy elszökjenek. Fajtisztát vagy keveréket. A legtöbb macska tulajdonos nem választ pedigrés macskát, szívük azonban mégis egy bizonyos fajtáért dobog. Ha egy fajtiszta macska beszerzését fontolgatjátok, vegyétek számításba a lehetséges genetikai, egészségi kockázatokat, amelyek arra a bizonyos fajtára jellemzőek. Továbbá egyes fajták különleges bánásmódot igényelnek, amire talán nem lesz mindig időtök, kedvetek és módotok sem. A fajtiszta macskák sokba kerülnek, mindenképpen készüljetek fel a tartásukkal járó pluszköltségekre. A keverék cicák apró pénzbe kerülnek, felnőtt egyedekhez is jutányosan hozzájuthattok. Ajánlás, egy menhelyi cica befogadásával megmenthetitek őt rácsok mögött töltött élettől, vagy ami ennél is rosszabb, a haláltól. Hosszú vagy rövid szőrűt. Semmi kétség, egy gyönyörűen ápolt, hosszú szőrű macska mindenki figyelmét felkelti. Az olyanok, mint a perzsák, a macskavilág csillogó hollywoodi krémjének felelnek meg. Láthatjuk őket a tévében, amint elnyúlnak párnáikon, gyémánt nyakörvel a nyakukon. Azonban a sejmes bunda gyorsabban lesz csomós, hamar összegubancolódik, naponta gondos ápolást igényel. A csomós szőrzet nem túl vonzó látvány, de ami ettől is rosszabb, az az egészségügyi kockázat, amit jelent, gondoljunk csak a bolhákra. Mielőtt döntést hoztok, gondolkodjatok el, szánhattok-e elegendő időt az ápolásukra. Ha a válaszotok nemleges, válogassatok rövid szőrű fajták közül. Végül megemlíteném a harmadik lehetőséget is. Létezik egy különleges fajta, a Sphinx, amely gyakorlatilag teljesen szőrtelen. A Sphinx, mivel testét semmiféle szőrzet nem védi, melegebb hőmérsékletet igényel, ezért csak olyanok figyelmébe ajánlom, akik nem bánják, ha kedvencük miatt a fűtést magasabb hőfokra kell állítani. Ivartalanítani vagy sem. Miután macska tulajdonos lettél, fontos döntést kell hoznod az állat ivartalanításával kapcsolatban. Ha meghagyjátok a nemüket, mindegy, hogy fiú vagy lány macskát választotok, boldogtalan macska tulajdonosok lesztek. Az ivartalanított egyedek sokkal jobb lakótársak, hiszen életüket nem a frusztráció határozza meg. Nőstény macskákat 6, míg a kandúrokat 6 és 8 hónapos koruk között szokás ivartalanítani.
Ha bizonytalanok vagytok abban a tekintetben, hogy meglépjétek-e ezt a lépést, beszéljetek macska tulajdonos ismerőseitekkel, akik el tudják mesélni saját tapasztalatukat és tanácsokat adni arra vonatkozóan, hogy fontos meglépni ezt a lépést vagy sem. Ezzel a tippek végére értünk. Reméljük sikerült jó tanácsot adnunk néhány jövőbeni macska tulajdonosnak. Ha még nem láttad a legutóbbi macskás videónkat, akkor annak a linkjét a leírásban megtalálod. És még egy dolog, az iskolásoknak boldog nyári szünetet kívánunk. Találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!